Jó, lefolytassuk. Most megyünk nem sokára a Lunaris Temple-be, ami az ilyen Solaris Temple általában lesz majd több értelme, de most arra vagyok kíváncsi. 34% fizikális redukciónk, 63% hogy egyáltalán el se találnak, és még 37%-ot leblokkoljuk. Úgyhogy elég szolid védelmeink vannak. Egyedül a regenerációnk, ami elég reki, de nem sokára eljutunk majd odáig a térképen, és akkor jobb lesz egy kicsit. Új! Szerencsét meg kell fogadni. Ezek nagyon sok esetben specifikus skillre adnak, és akkor kicsit használ, hogyha nem arra védelünk. Na. Global Physical Damage. Ja, Dual Strike ad. De ez a Global Physical Damage már önmagában megérné tápját felrakni. Így a következő skill pont majd ezért fog menni. Ilyen szokat, hogy a tabbára tervezve a karakterbe, majd nem tudtam, hogyha ott tartunk. Aztán egy ideje, de nem megyünk vissza. Nem megmutatom inkább most majd. Na, itt, amikor jöttünk, van egy ilyen jewel szokat. Oda lehet berakni ilyeneket, bár majd endgame-ben én tervezek abisszost berakni, de aztán majd meglátjuk. Nagyon itt van ez-e, nekem. Lehet, hogy ezt ugye tudjuk majd invite-olni helyre a kukba. Ja, most ilyen bobákat kell leütni, nem fejlődöm. Akkor nála többet. Azért nem egy túl nagy kifás szegény elég utal, mert nagyon megérjen. Kettőt is összeszedett azért. Na. Ha kettős szintű, akkor most már visszahozhatnánk, vagy behozhatnánk a helyzetbe, és akkor csinálnánk a napi küldéjét. És akkor a sharpening wheel, azt hiszem, ami az ő craft asztala. Ennyire igazából nincsen szükségünk, majd akkor is találkoztunk, de az ő izéját kéne. RGB színű cipő volt az egyetlen érdemes, amit ki lehetne szedni belőle. Szóval mondtam, hogy a lootnak elég nagy része használni, és akkor ez még csak az, amit a loot filter miatt hozott be. Még inkább használan a csomó, amit most látom. Oh, it's really good.
2 pontról a börtönből, hogy elfordulsz a börtönőr, akit szépenben részettek, és szintén után kikerülték. Na ez lehet valami. Ez is. Kerezzük. Na. Jobb lenne, csak a szoketei miatt nem, de meglátjuk, hát tudunk belőle csinálni valamit. Akkor itt mi a helyzet? Nem, ez nem. Megnyitom egy RGB szín. Szé. Lenne benne, mint hogyha sima chess lenne, de teljesen nem ez a helyzet. Na, lassan azért haladunk, most már második szintje. És akkor itt majd egyszer meg kell küzdenünk a Piety-val. Hiszen most első ízben. Igen, mondja is a karakterünk, hogy olyan sok mindenért kell felállnia. Nem fog tudni ötöst szerezni, hanem úgy meg fogunk ölni, hogy el is tervezzük. Egyébként egyszer régen ő volt a apnak a főbossza, de aztán most már nem. Dominus az a templomos, aki egy muszika, és valójában ő száműzött minket, tehát hogy az összes karaktert elvileg ő száműzött, ő jött neki a parancsokat. És akkor a templomos miatt mondom, hogy ez ilyen dupla vendetta neki, mert hogy az összes többi karakter csak egy valaki, akit száműz, jó, a Scient mondjuk elrabolja, de jó mindegy. Viszont ugye ő neki úgymond, tehát hogy egy testvériségnek tagja volt, tehát mindenket nem. Amikor visszatérünk Orioles-ba is látszik már, hogy picit így lángokba áll a helyzet, ilyen lázadások vannak, egy ilyesmi, akkor összes karakter valami ilyesmit mondta, hogy nagy idejezt érdemli, tök stb. És a templomos, azt nem tudom, hogy csak tervezték, vagy tényleg mondja is azt, hogy úristen, mi csináltam egy gyönyörű városommal, vagy ilyesmi, tehát hogy tényleg úgy van még vele, hogy neki felelőssége van ezek az emberek iránt. Szerintem ez elég metál. Mindegy, drámai volt legalább. Akár, hogy ilyen kocsikat nem lehet rakni a hideoutba. Most közében a hullarakásokat igen, tehát ilyen hullarakást tökre tudnék rakni. Ilyet is. Viszont olyan kocsit nem találtam, de lehet, hogy csak föl kéne húzni a Katarinát. 8-as kamera, szóval csak 7-esig húztam föl, vagy lehet, csak 6-osig. Általában meg szoktam unni a
napi küldi csinálásokat, kivéve Elrondnak, mert ő árulja az ilyen szokett szám átvarázsoló orbot. Moritziter ő dobja, a shopjából ő árulja a fusingos, tehát a szokett között összekötvízés orbot. És Zaná, mert ő meg, tehát ő lesz majd a mapozás, ilyen riftelős izének a felelőse. Nem, ja, oké, csak elmentem az ajtó mellett. No worry. Szoktak lenni még mobok, én nem lehet, hogy még egyszer szintet lépünk. Oda egy ring, de nekem így is jó. Na. Visszajött. És akkor azt mondtam, hogy erre akarok tenni. És akkor így csak... Várjunk, nézzük. 359, 400, igen. És akkor most lerakom ezt. Na, 450. Azért haladunk. I have pursued a greater existence. What have you ever done but serve your... Nem egy prostitlen. Azt láttátok, hogy csinálták volt. Beglitchett egy pillanatra, és középen ilyen 3 pixel vékonyságban ott állt. Ja, belemegy az ilyen portolokban, akkor szuper fejet jelent belőle, mert... Nekünk nem méltó ellenfél. Alright. Hasznos már. Na, increase fan damage. Chance to poison and heal. Ja, de kisebb a kritikál százalék rögtön alapból benne, szóval ennyi volt. Na! Adjuk el már mindenféle szarjainkat. Igen, ezt néztem, hogy szoketeket átvarázsolják ezt majd, akkor lehet, hogy érne valamit. Megpasszítsz ki, annak örülünk. Csak azt mondja, hogy most megyünk erre, de azért megnézem. Igen. Itt átmegyünk ezen, aztán le azon, és akkor itt így ide le, összeszedjük ezt a félkört, és akkor ott fel oda. Utána elkezdhetjük majd a másik oldalon gyűjteni a dolgokat, mert kb. Az azt jelenti, hogy következő szintlépésnél megint lesz egy nagyobb ilyen boomsling. Raktam a dolgot, ahogy raktam. Úgy. Rönd a lelke mindennek. Na végén téged meghívunk akkor a hideoutba. Csináljuk is meg akkor neki is a napi küldjét, hogyha már egyszer lehet. Igen, most kapjuk meg a Sharpening Wheel-t. Most már lerakhatjuk a dolgot. Ja, de ő nem tud. Ez... Igen. Ő nem tud izét. Hát akkor... Szia! Ja nem, mert akkor lemegy a... XP-t, amit már elgyűjtöttünk, akkor csináljuk meg, hát ha a 3-as szintre fölmegy tőle. Napi küldik azt, hogy picit többet is adnak, mint ha csak találkoznék vele a domba. Hát,
mit csinál? Jó van, kevés szeretem, akkor nagyobbat regenerál. Most elvileg több mindent tud, tehát azt se tőrökre, de ezt tudja tőrre, de ez meg tök mindegy nekem. De Dunkers, ez is van Dunkers. Na mondjuk ez is tökre mindegy. Ja, csak nincs több hely rajta, mert hogy... Ja, oké, nem. Ezt már eddig is tudtuk. Let me tell your future. See you soon. Nincsen ez is pénzem. Lila, ez is pénzem nincsen. Jó. Na téged elrakunk innen a... ajtóba. Jövő sőtre, de sőt nem elrakjuk, hanem dismisszeljük. Mert hogy itt a kömbele. Jó, van, te... igazából... nem nagy rossz helyen, de... jobb helyen is lehetnél. Nézd a kincseket. Nézzed! Na. Aktárom. Viszonyunk Ebony Paraxba. És akkor most a másik irányba fogunk kimenni belőle, egy ilyen... őzé labirintus fele. Ilyen sövény labirintus, nem tudom, hogy magyarul mi a neve, de angolul hát kb. Ez Hedge Maze, úgyhogy ezt fele fogom hívni. Ó, várjunk csak, most már meg tudnánk venni a Hatredet. Na jó, hogyha megtaláltuk itt a waypointot, akkor menjünk vissza érte. Mert az akkor megint jó nagy buff lesz a sebzésünkre. Valaki az utcára fel kinevetett. Hát mindegy. Szóval... ó, na igen, ez jó. Vagy ne, akkor ne. Jó, nem tudom, mit akartam mondani, mielőtt nevettek. Ja, hogy nem ez a lényeg, hogy hogy sebzés, mert... na, ez láttátok a játék legelején, tök kicsi volt a sebzésünk, annyira a defense felé mentünk, az élet felé. És azt is mondtam, amikor a első részben a buildről beszéltem, hogy mi lesz, hogy... ugye azt a háromba lehet kapni, hogy a defense-re mennyire oda kell figyelni, hogy több rétegű legyen ráadásul, tehát nem ez a nagyot ütünk és akkor meg ha minden mielőtt mi játék stílus, nem ez nem jó így gondolkodni. Na most viszont, hogy ezt fölrakjuk, Arctic Armor-t levesszük. És tökre le fog csökkenni a manánk tőle. Majd meg kell nézni, hogy mennyire bírjuk, mert hogy ez 9 manába kerül. Akkor még elvileg lesz elég, de mondja meglátjuk, mert elég gyorsan tűnt azért. Na most 400. Ja, véletlenül kinyomtam. Ez a 470. 570, egy 100-as tesz fel. És 79 manánk van, basszus, miért ide jöttem vissza. Ja, és akkor mindjárt megnézzük, hogyha lerakom a kis totemet, akkor mennyire fog fölmenni. Ezek 10%-kal, vagy már picit többel, mert hogy nézzük. Aha, 650. Azért láttátok, hogy egész rövid idő alatt sikerült 300-ról 600-ra fölvinni a sebzésünket. És a itemünk az gyakorlatilag nem is változott. Passzív az, ami adott rá. Meg a skill-en kellett. És tényleg ennek tökre örülök, hogy a pajzsot, ahogy húzzuk föl a sebzését, úgyhogy ugye a védelmeket is húzzuk föl a fekvésre, mert hogy abból jön a sebzésre a pajzsot.
tök jó, hogyha oda leérünk a nagy pajzsos bubszihoz, akkor még tök nagy védelmet fogunk kapni rá, illetve hogy át fogunk menni egy ilyen nódon, ami a evasionre ad, meg armorra, hogy olyat is fel fogunk szedni, ami HP-t ad, és akkor el fogunk menni a Life Leech-hez, hogy amit ütök, abból életet is nyerjek. Akkor az szuper lesz. Elnyesek vagyunk 31. 33-as szintig úgyse tudjuk megcsinálni a labirintust, mert szóval nem is enged be. Úgyhogy még nem vagyunk annyi, addig nem megyek el a Ascendancy-kért, de szerintem már hamarosan ideje lesz. És itt csak ahol viszont ott van egy elkapandó ide. Nem számítottam, hogy itt lesznek elkapandó dolgok. Ó, ezek! Ezek se! Ez ennyire... Ha egyszer ez nem humanoid eléggé, hogy összeszedjük, akkor egy csomó más is lehetett volna. Jó, oké, ezek kimérák, de mind látni fogjuk majd mindjárt, hogy a boss is... Én nem fogom megérteni ezt a besorolást, én nem teszek róla. Gyere! És egyébként még nagyobbat csöpszünk ugye a megátkozott ellenségekkel. Majd legyen meg. Na, unidentified ring. Aztán... Jelen ring with intelligence. Hát ezt megint jól lenyomtam. Na, hogy felnyel. Attack speed. Hát movement skilling nincs. Vagy lehetsz egyébként, meg már nem tudom, össze lehet, kellett volna szedni. Shield charge. Az lenne az úgynevezett movement skillünk, hogy belerohanunk az ellenségbe pajzsunkkal, és aztán le is szánaljuk. De aztán... Eddig nem találtam meg az egyik boltba se, mondjuk nem is kerestem kifejezetten, de... Lehet, hogy azért, mert ez a karakterhez nem kapható standard, mert ez kb. Még a különbség a karakterek között az lesz, hogy hol indulnak, hogy milyen skilleket kapnak küldből, és miket tudnak megvásárolni a boltban, mielőtt felolják azt az NPC-t, akinél minden meg lehet tenni. Na, ezen már látszik, hogy elkapandó. Farka van, meg csőre, meg minden, de... Előző. Ez is vagy elszakadtam. Ennek aztán várni kell egy kicsit, hogy újra próbáljuk, amíg enrage-elve van. Mi megint nem kapta el? Na nem jó ide? Ha váltsak, akkor egy ilyen nagyobb le. Na jó. Üzi? Jó. Na. 35-ösig jó. Jó, már nagyon közelítem a 35-nek a határát, de... Jó, mondjuk ez ilyen... Ez ilyen legendary beast. Okay. Baszta. Ezek is elvileg ilyen... Szép, hogy itt a kis live volt, csak aztán
kataklizmába belehaltak. Ja igen, tehát a kataklizmát azért csinálta. Valószínűleg nem. Malakai, ugye, aki Dialat elűzte így magától úgy, ilyen pirosnak, akkor tegyük vissza. És akkor... mi a rákot? Az, igen. Tehát egy kataklizmában tudta, hogy belehalna mindenki, és egyszerűen pont úgy alakította, hogy Diala nem. Úgyhogy most neki ott van az egész templomban a minden védelem üzé, tehát hogy ő jött ki belőle még a legjobban, és akkor neki, meg mindenkinek úgy marad meg a fejében maradni, hogy hátba szúrta, hogy lehet ilyen embertelen. Hozzászom egyébként gonosz van, tehát hogy meg akarjuk állítani, de érdekes az oldalán is lehet. Unique helmet, na. Lehet, hogy megpróbáljuk. Ennél még nem menjünk vissza, itt úgyis lesz majd egy waypoint. És még egy ilyen izé. Mondjuk csávokám. Áruljál nekem. Ja, csak olyat? Na jó, akkor ne áruljál. Nem. Hú, ez nagyon köszönöm. Két odáig. Jó van, ne. Könnyen elkapni. Felrengült all attributes. Nagyon nyomtam. Ja, ez a torony egyébként ott a háttérben. Hú, kezdek én rossz lenni a lejtelszink. Elég szívás így boss fight előtt kb. De hát ott csak izgalmasabb lenni viszont. Hú, na, meghagy. Tökre felkaptam volna. Na majd ezt így. Azt is, hogy ezt így meghagy. Ja, egyébként ez a boss fight is a Necroval egy ilyen semmi volt kb. Stoppoljunk.